Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Pécs TV sportműsorát látják, tartsanak velünk. Híreink. Egyeztető tárgyalások folynak a pécsi női labdarúgás feltámasztására. Hunyadi Tibort szeretnék újra megnyerni az edzői feladatokhoz, és már szponzorok is jelezték támogatási szándékukat. Magyar-francia futzál mérkőzésre kerül sor Kecskeméten. Előmérkőzésként Nyugat- és Kelet-Magyarország válogatott futzál csapatai játszanak egymással. A Nyugat-Magyarország színeiben több baranyai játékos is helyet kap, akik a Baranya Hotel Dream Team csapatában játszanak. Hétfőn délután a Dominikánus házban jutalmazták meg az ifjúsági és serdülő magyar bajnokokat. A legeredményesebb versenyzők közül is kiemelkedtek. Cseklár Ramon, aerobik Európa-bajnok, világbajnoki negyedik. Nógrádi Tamás, triatlon serdülő Európa-bajnok. Ábrok Norbert, kerékpáros, 9-szeres magyar bajnok. Gyepes Zsolt, szintén kerékpáros, 6-szoros magyar bajnok. Makány Balázs, úszó, 6-szoros magyar bajnok, diákolimpiai bajnok. Kedden a lengyelországi Zakopanéba utazott Knoch Balázs gyorskorcsolyázó és edzője Telegdi Attila, hogy részt vegyenek az Univerziádén. Balázs eredményeiről természetesen beszámolunk majd. A fiúk talajon, ugrásban és gyűrűn, a lányok talajon, ugrásban és gerendán mérték össze tudásukat a városi döntőben. Bizonyára kitalálták, melyik sportágról van szó. Városi torna diákolimpia döntőt rendeztek elsőtől negyedik korcsoportos gyerekeknek február 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. E fordulókat a házi versenyek előzték meg, innen lehet a megyei döntőre eljutni. Sajnálatunkra a megyei döntőről csak egy csapat juthat el az országos döntőre anyagi okok miatt. Rendkívül módon sajnáljuk, hiszen van 2-3 igazán jó csapat a megyébe, mind megérdemelni, hogy az országos döntőre eljusson. Már majdnem évtizede lehet mondani, hogy van mindig Baranyából csapat az országos döntőn. Nem történt a gyakorlatanyagba változás, a gyakorlatanyag ugyanaz, minőségében ugyan történt, hiszen ma már csak azok a gyakorlatok érnek igazán magas pontot, amelyek szépek, kidolgozottak, pontosak és valami pluszt is adnak. A testnevelő tanárok nem szólhatnak bele a gyakorlatba, sem a pontozásba, ugyanakkor a felkészítő munkánk során ügyelünk arra, hogy mindent a kiírásnak megfelelően végezzünk el, és akkor így hát egyenes úton jöhet a siker. Azt szeretem benne, hogy nagyon sokat lehet gyakorolni, nagyon jó, meg nagyon sokat szoktam lazítani, és hogy nagyon szeretem. A testnevelő tanárom nagyon szeret, meg sokat szoktunk gyakorolni vele. Legjobban a talajt szeretem. A gyűrűzést szeretem, azért mert szeretek lengeni, szeretek, hát ezt szeretem. A második legjobb vagyok én. Igen, második. Most vagyok először versenyen. Valaki nem tudja nagyon, de be kellett válogatni, mert nem voltak sokan. Ennyien voltunk, aztán a többiek nem tudták jobban. A városi döntőről a lányoknál első-második korcsoportban a Köztársaság téri és az I. és Gyula úti iskola, harmadik-negyedik korcsoportban a Jókai úti iskola, míg fiúk versenyében első-második korcsoportban Köztársaság tér Vasas, harmadik-negyedik korcsoportban a Vasas és a Szent Mór katolikus általános iskola jutott a megyei döntőre. A Dunántúl legjobb kispályás labdarúgói találkoztak 10-én és 11-én. A Gandhi Gimnázium sportcsarnoka adott otthont a Dunántúli Városok kispályás labdarúgó bajnokai számára kiírt teremfutballtornának, amely idén 12. alkalommal került megrendezésre. 16 csapat részvételével bonyolódott a torna, eddig 4-4-es csapatban körmérkőzéses formában, és a mai nap már egyenes kiesésben. Nagyon jó színvonalú és nagyon jó mérkőzéseket láthattak itt, akik eljöttek megnézni a tornát. És hát színvonalra jellemző, hogy azért van egy-két válogatott, volt válogatott játékos, NB1-en megjárt játékos a csapatokba, és olyan megoldásokat lehetett tőlük látni, hogy igencsak tapsolt a közönség a játéknak. A pécsi kispályás torna szereplője volt a volt válogatottak közül Palacki János, Bodnár László, Pál Gyula és Diszül Péter is. Ez nem meglepő, hiszen a Dunántúl legjobb kispályás csapatai mérkőztek meg egymással. Annál inkább figyelemre méltó viszont, hogy a legjobb négy közé három baranyai együttes és a tavaly előtti bajnok Székesfehérvári C+V csapat került.
Ez utóbbi éppen a tavalyi győztes Pécsit eszítette el a döntőbe jutástól. Szerencsére sikerült megnyernünk a mérkőzést. Nehéz volt, de hát itt az utolsó mérkőzések, amelyek már a döntőbe jutáshoz vezetnek, ugye ilyen nehézségi fokkal. El kell, hogy mondjam, kétnapos rendezvény alatt nagyszerű csapatokkal találkoztunk. Azok is nagyszerű teljesítményt nyújtottak, akivel a mi csapatunk nem találkozott, hiszen én elég sok mérkőzést végigkísértem, és figyelemmel kísértem azokat a csapatokat is. Az ország, ugye a Dunántúl minden tájáról érkeztek csapatok, a városi első helyezettek. Én azt hiszem, hogy igazi kupaküzdelmek alakultak itt ki a teremben, és a helyszín is ennek teljes mértékben megfelel, mert nagyon szimpatikus ez a Gondi sportcsarnok. Nem csak azért, mert tavaly sikerült nyerni, de eddig úgy néz ki, hogy részünkre, számunkra ez megfelelő hely. Ezt bizonyította is a csapat, hiszen a döntőben nagyszerű játékkal 5-0 arányban diadalmaskodtak a mohácsiak felett, így 2000 után idén is megnyerték a dunántúli városok kupáját. Ez az kellett, hogy az a ragyogó kollektíva, ami a csapatunkat illeti, és ezt nem dicséretképpen szeretném kiemelni, hanem ténylegesen ezek a játékosok megérdemlik azt, hogy megdicsérjem őket. Minden tekintetben, emberileg, játék intelligenciáját illetően olyan produkciót nyújtanak, ami idáig eljutatott végül is bennünket. Így a torna végül abszolút baranyai sikert hozott. A harmadik helyezést is megyénkből szerezték meg, miután a komlóiak 2-1-re győztek a fehérvári bajnok ellen. Ráadásul a torna egyetlen különdíját is Pécsi nyerte el. Legjobb góllövőnek a TESZ gólzsákját, Schweitzer Norbertet választották. Én mára megköszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!